első hét. És ismét említeném, hogy ha az van a szíveden, hogy te el tudsz menni, de valakit mást is támogatnál, vagy nem tudsz elmenni, de egy rászorulót támogatnál, vannak itt kint borítékok, amik kifejezetten erre vannak címezve a konferencia résztvevőinek támogatására. August the 5th is the first week of our conferences, and if you yourself are going, but you have the means to support someone else financially, or you don't have the chance to go, but you would like to help someone else to get and go down there, we have envelopes on the tide box for this purpose, and feel free to give donations for those who are in need. És egy nagyon fontos jó hír, hogy a konferencia tanításait élőben nézhetjük meg a budapesti weboldalon www.golgotabudapest.hu. And a good news for those of you who will be staying behind, we can follow the Bible studies online, live streaming at www.golgotabudapest.hu website. Köszönöm a figyelmeteket, hallgassuk a tanítást. Na, sziasztok! Mi Hello. Ez a nagy csönd? You're so quiet. What's wrong? De ez jó. Vagy a Biblióra közben good. Is. Stay quiet even during the study, please. Úgyhogy üdvözöljük azokat is, akik az internet előtt néznek. Sziasztok! We would like to welcome all of those who are following us online. Hello. És arra kérlek benneteket, hogy üdvözöljétek egymást, jó? Egy kis kézfogás, bemutatkozásra kell. And I would like to encourage kell. You to greet those jó? Next to you. Szia! Jó reggelt! Jöttem befelé, ugye én tatabányai vagyok még. As I was coming here, I still live in Tatabánya. És negyed nyolckor reggel 27 fokot mutatott a hőmérő. A quarter past seven, the thermometer showed 27 degrees Celsius. És eddig az évben ez a legmelegebb nap. So far this year, this has been the hottest day. Úgyhogy ha rosszul vagy, valami probléma van, azonnal jelezd ott a körülötted lévőknek, jó? So if you are kind of doing bad or you don't feel good, let the other people around you know about it. És akkor segítünk, víz, vagy nem and tudom. We will get you water or something. Vagy mondjuk, hogy tarts ki. Or we will just tell you to hold on. Én is, látjátok, a megfelelő öltözéket választottam, egy fekete vastag inget erre a mai As napra. As you can see, I dressed appropriately. A really thick black shirt is that I'm wearing. De megpróbálunk nagyon fókuszáltan menni, hogy gyorsan végezzünk. Despite the heat, we will try to focus and get going and really pay attention to the word of God. Örülök, hogy ma is itt vagytok, és a jobb részt választottátok. I'm really happy that you are here today and you chose the better part. Mert tudjátok, hogy ez nem vétetik el tőletek. Because you know that this won't be taken from you. Tanulmányozzuk minden héten, hogy milyen Jézus, ugye János evangéliumában. Week by week we are studying what Jesus is like through the Gospel of John. Mert aki látja igazán Jézust, az megismeri Istent. Because those of us who really get to see Jesus get to know God. És aki megismeri Istent egyre jobban, az egyre jobban fog bízni benne. And as we learn more about God and we get to know him more and more, we will put our trust in him in a greater degree as well. És mi, akik szeretnénk jobban bízni Istenben, muszáj, hogy lássuk, hogy milyen is igazán Jézus. And we would like to trust in God, therefore we must see what God is like and Jesus is like. Aztán jövünk ide hétről hétre azért, hogy megtanuljuk őt helyesen imádni. We also come here to learn how to worship him the proper way. Mi az, ami kedves Istennek? Mi az, ami nem? What is pleasing and what is not pleasing to God? Úgy akarok közeledni Istenhez, ami tetszik neki. I would like to approach God in a manner that is pleasing to him. Vannak, akik úgy akarnak, ahogy ők gondolják. There are some people who would like to get closer to God the way they think it's good. És azt gondolják, hogy ez rendben van. And they also think that this is all right this way. Meg fognak lepődni. They will be rather surprised. Isten elmondja nekünk az igében, hogy hogyan imádjuk őt. God tells us in the word how to worship him. És mi meg szeretnénk azt tudni. And we would like to know what is it like. Aztán jövünk ide minden héten, hogy megtanuljuk, hogy hogyan képviseljük őt a világ előtt. We also come here to learn how to represent him to the world.
Nekem ezekre mindig emlékeztetnem kell magamat. I must remind myself on and on about these things. Hogy nem a széket melegíteni jöttem. I did not come to warm up the chair. Nem a kávé miatt jöttem. Na jó, egy kicsit. I did not come for the coffee. Okay, partially I came. Hanem én ezért vagyok itt. But this is the reason why I'm here. Hogy ismerjem Jézust. To get to know Jesus. És remélem, hogy te is ezért vagy itt. I also hope that your reasons for being here is the same. És a múlt héten láttuk azt, hogy hogyan viselkedtek Jézussal az emberek. And we saw last week how people related to Jesus. Néhányan hittek benne, azt olvassuk. We read that some people believed in him. De a legtöbben gúnyolták. But most people mocked him. Démon megszállottnak titulálták. Considered him demon possessed. Hazugnak. Or a liar. Ez fontos tudni Jézusról. We must know these things about Jesus. Hogy hogyan reagáltak rá az emberek. How people reacted to him. János evangéliumában 15. részben a 19-től a 21. versig ezt olvasod. We read in the Gospel of John chapter 15 verses 19 to 21. Ha a világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé, de mivel nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket, e világ ezért gyűlölt titeket. If you belonged to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Emlékezzetek meg a ma beszédekről, amelyeket én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Remember the words I spoke to you. No servant is greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivel hogy nem ismerik azt, aki küldött engem. They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. Tudnunk kell, hogy Jézusra hogyan reagáltak, mert ránk is ugyanígy fognak reagálni az emberek a világban, a nem keresztény világban. We must be aware of the way people related to Jesus because this is the reaction that we will get in the world. Két dolog miatt is. Az első az az, hogy ne lepődj meg, amikor gúnyolnak és üldöznek Jézusért. Firstly, this is because we shouldn't get surprised when we are mocked or persecuted because of Jesus. Mert mondjuk nem tapsolnak azért, mert keresztény vagy. Jaj, de jó, hogy keresztény vagy. They won't cheer along when we become Christians. Nem veled van a baj. The problem is not with you, you must know. Azért üldöznek, mert Jézus benned van. You are persecuted because Jesus lives in you. Másodszorban pedig. Secondly. Azért fontos ezt tudnunk Jézusról, hogy ne forduljunk el az Úrtól. We must know these things about Jesus so that we would not turn our back on him. Mert vannak emberek, hogy amikor jön az üldözés, a nehézség, akkor feladják. Because there are people when persecution comes they give up. Jézus tűrte, továbbment azokért, akiket megváltott. Jesus endured and persevered and kept going for the sake of those whom he saved. És egy példa nekünk, hogy mi is tűrjünk, menjünk tovább azokért, akiket ő, Jézus megváltott. This is also an example for us, so we might persevere and keep going for those that Jesus indeed saved. Mert így örök életet fognak nyerni. This way these people have eternal life. Nekem nagyon bátorító azt látni, hogy milyen Jézus. For me it is really encouraging to see what Jesus is like. Meg hogy hogyan volt vele. How he related to people. Mert olyan sokszor ugyanezekben a szituációkban találom magam, amikor élem a keresztény életemet. Because when I live my Christian life, I find myself in the exact same situations. És ez a történet, amit ma meg fogunk nézni, the story that we are going to look at today, ez különleges szerintem az üzenettel kapcsolatban is. I think it has something special about it, even because of the message. Mert az elmúlt órákon sok bátorítást kaptunk, hogy menjünk és vállaljuk föl, hogy keresztények vagyunk. Last weeks we've received lots of encouragement that we would stand out for being Christians and witness to the world. Hogy beszéljünk Jézusról. Speak about Jesus. Hogy ne csak úgy csöndbe üljünk. That we wouldn't just hide away in silence. Vagy üljünk a babérjainkon, hogy hát 20 évvel ezelőtt megtért valaki, amikor elmondtam neki, hogy Jézusom megváltó, úgyhogy nekem ennyi elég is volt. Or being contented with someone getting saved maybe 20 years ago and that's it, I don't need any more. Bátorítva vagyunk, hogy menjünk és legyünk bizonságok.
We are encouraged to persevere and to be witnesses for és him. Ebben a részben pedig meg fogjuk látni, hogy milyen az a Jézus, akit nekünk be kell mutatni a világnak. And in this section today we will see, get to see what the Jesus we are supposed to present to the world is like. És tudjátok, ma az irgalomról fogunk beszélni. Today we are going to speak about mercy. Nem is annyira a történetet akarom kivesézni, szerintem mindenki ismeri, majd ha olvassuk, akkor látni fogjátok. I do not really want to get into details concerning the story itself, because I'm sure you are all familiar, but we will look at it. Meg biztos már előttem sokszor sokkal jobban tanították. I'm sure many people had taught about this section before. De van itt egy nagyon erős üzenet. But there is a very important, a strong message here. Az, hogy Isten irgalmas. The fact that God is merciful. Imádkozzunk. Let's pray. Uram, arra kérünk, hogy így készítsd elő a szívünket. Father, we ask that you would prepare our hearts. Atyám, azért jöttünk ide, hogy megismerjünk téged. Father, we came here to get to know you. Kérlek, segíts, hogy odaszánjuk magunkat. We ask that you would help us to dedicate ourselves to you. Szólj hozzánk az igédből. Speak to us from your word. Jézus nevében. In the name of Jesus. Amen. Amen. 8. rész első két versét olvassuk. Chapter 8, the Gospel of John, chapter 8, first two verses. Jézus pedig elment az olajfák hegyére. But Jesus went to the Mount of Olives. Milyen érdekes, hogy az előző rész utolsó versében azt olvasott, hogy a farizeusok hazamentek. It's really interesting that the last verse of the previous chapter says that the Pharisees each went to his own home. Volt hova menniük. They had a place to go to. Jézus az olajfák hegyén éjszakázik. Jesus spent the evening on the Mount of Olives. Tehát második vers. Second verse. Jó reggel, azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülve tanította őket. At dawn he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. Úgy néz ki, ahogy nézed Jézus életét, when you examine the life of Jesus, hogy mindig, amikor nehéz volt neki, amikor túlsakodott, akkor volt egy hely, ahova ment imádkozni. We see that when he was in trouble or difficulty, he had a place to go to where he prayed and fought these battles. Ugye mindenki tudja, a Getsemáné kertről van szó. It's the Garden of Gethsemane. Azt olvassuk, hogy ő szokása szerint ment oda imádkozni. We read in the word that as it was his custom, he went to pray there. Júdás pontosan tudta, hogy hol fogja megtalálni őt. Judas was definitely sure that he was going to find him there. Pontosan tudta, hogy amikor nehéz, akkor Jézus a kertben fog imádkozni. He knew that it was when it was difficult for him, Jesus would be going to pray in the gardens. De azt látjuk, hogy másnap ment és szolgált tovább. But we see that the following day he simply gets up and goes back to minister to the people. Nincs semmi baj avval, hogyha rosszul vagy. There is nothing wrong with you feeling bad. Mindig kérdezzük, hogy hogy vagy. We tend to ask each other how you're doing. És mindig azt kell rá mondani, hogy. And you are supposed to answer. Jó. I'm fine, thank you. És meg is voltunk a keresztény közösséggel mára. And that was that much for Christian fellowship for today. De azért szeretem a gyülekezetet, mert ide jöhetek és mondhatom, hogy nem jól. I like the congregation, the church, because I can come here and say I'm doing terribly. Azért jöttem ide, mert nem vagyok jól. The reason I'm here is because I'm doing bad. Mert szükségem van arra, hogy bátorítsanak, hogy imádkozzanak értem, és hogy szóljon hozzám Isten valamit. I need to be encouraged. I need God to speak to me, and I need fellowship. Nem kell képmutatónak lenni. I do not need to be a hypocrite. Már várom, hogy az óra után hányan jönnek. Én is rosszul vagyok, én is. I expect some of you to come up to me after the service saying I feel really bad. De gyertek és imádkozunk. Yeah, ezért come, van a gyüli. Come and we will pray because that's what we are here for. Szóval Jézus is néha rosszul volt. Ő sírt, amikor Lázár meghalt. Jesus also felt bad at times. He cried when Lazarus died. Ő sírt, amikor Keresztelő János meghalt. Szomorú volt. He wept when John the Baptist also died. Síratta Jeruzsálemet. He cried over Jerusalem. Nem mondta azt, hogy semmi, csak belement valami a szemembe. He didn't say that. Egyébként jól vagyok, kösz. Just something got into my eyes. Otherwise, I'm doing fine. Én vagyok Jézus, nem sírhatok. I'm Jesus. I'm not supposed to cry. Nem, ő volt, hogy meg volt szomorodva, nagyon mélyen. No,
at times he was deeply disheartened. De nem maradt ebben a helyzetben, hanem volt egy hely, ahol ő találkozott az ő mennyei atyával. But he did not remain like that. He had a place to meet his heavenly father. És elmondta neki. And he told him all about that. És könyörgött. He pleaded. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy minden nap kiáltásokkal, könyörgésekkel kereste az Urat. We read in Romans that he sought God through tears and pounding on God's door every day. Tudjátok, hogyha szeretnéd helyesen prezentálni Istent, if you would like to be a good representative of God in the world, hogy megmutatni, hogy milyen az, amikor valaki Istennel jár, to really show what it looks like when someone walks with God, akkor nagyon fontos, hogy legyen íma életed. It is very important for you to have a prayer life. Nap mint nap egy hely, ahol lelki légzés van. Day by day, a location where you can do spiritual breathing. Amikor kiengedem a rossz dolgokat, és aztán veszem Isten kegyelmét. Where you can breathe out the bad things, and you can breathe in things of and from God. Amikor találkozom vele, ott, ahol ő helyreállít engem. Where you can meet him in a place of restoration. Ott, ahol ő vezet engem. Where he can guide you. Ha ez nincs, akkor bajban vagy. If you don't have such a place, then you're in trouble. Akkor valószínűleg tele vagy haraggal. Probably you are full of anger. Vagy keserűséggel. Or bitterness. Valószínűleg utálsz mindenkit. Probably you hate everyone. Mert magunktól ezeket nem tudjuk megoldani. Because by ourselves we cannot manage these situations. Kell egy hely, ahol találkozunk Istennel. We need a place to meet God. És tudjátok, férjek, and you husbands, amikor látod, hogy a feleséged már teljesen kész van, és elég volt neki mindenből. When your wife has had enough and she's out of it. Akkor vegyétek fel az összes gyereketeket. Then pick up all your children. És mondjátok a mamának, hogy gyerünk, menj és tölts időt Istennel. Then you take care of the children and tell your wife to go and spend time with God. Mert szeretem azt a feleséget, aki Istennel tölt időt. Because I love the wife who spends time with God. Mert az irgalmas velem. Because this wife is merciful with me. Mert még jobban szeret engem. Because she loves me even more. De fordítva is így van, lányok. But this is also true the other way around. Látod, hogy a férjed nincs a helyén? If your husband is not in his place, látod, hogy elege van mindenből? If you see that he has had enough, kapd föl a gyerekeket. Pick up your children. Mondd meg a férjednek, hogy menj és tölts időt Istennel. And tell your husband to go and spend time alone with God. Tessék lelki légzést végezni. Do spiritual breathing. Hogy visszakapj egy olyan férjet, aki nagyon szeret. So you might get a husband back, aki irgalommal teli. Who is merciful. Szükségünk van Jézusra, emberek. People, we need Jesus. Hogy minden nap töltsünk időt azzal, akivel járunk. We need to spend time with the person with whom we walk this life with. És látod, Jézus másnap készen a szolgálatra ment és tette tovább a dolgát. And you see that the next day Jesus wakes up and then he keeps going and does what he did before. Nézzük, mi történik. What is happening? Harmadiktól a kilencedik versig fogjuk olvasni. We are reading from verses 3 to 9. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítva azt mondák neki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te ezért mit mondasz? In the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.
When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "If any of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her." És újra lehajolva írt a földre. Again he stooped down and wrote on the ground. Azok pedig ezt hallva, és a lelkiismeret által vádoltatva egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt és az asszony a középen állva. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. És sokszor vagyunk úgy, hogy annyira édi ez a történet, nem? Oftentimes we think, oh, this is what a cute story, isn't it? Olyan szép, hogy csak így elengedi a bűnt. So beautiful, he just lets go of sin. De itt ami történik, az az, hogy ezt a nőt valószínű csapdába csalták. But what happened here really, or probably, is that this woman was trapped. Ez egy terv volt. This was a plot. És úgy néz ki, hogy ez a nő, ez egy olyan nő volt, akit csapdába is lehetett ezzel csalni. And this was a woman who could be tempted and trapped this way. Sokszor azt gondoljuk, hogy ő az ártatlan az egész helyzetben, de nem. Oftentimes we consider this woman innocent, but she wasn't. Ez a történet, ez borzasztóan tetszik nekem. I really love this story. Mert nem tudom el másképp megfogalmazni, csak vérlázítóan, brutálisan irgalmas Jézus. In this story, Jesus is outrageously, extremely merciful and gracious. Hogy megint itt van egy megdöbbentő dolog, amit csinál. Here is another stunning thing he does. És majd később elmondom, hogy miért is olyan nagyon megdöbbentő ez, amit itt Jézus csinál. And later on I will explain why this is so dramatic what's happening here. Jézus irgalmas, és nekünk is irgalmasnak kell lennünk. Jesus is merciful, so are we to be. Ugye az irgalom az azt jelenti, hogy megérdemelnéd a büntetést. Mercy means that you would deserve that punishment. De nem kapod meg azt. But you do not get it. Mi is itt a helyzet? What's the situation? Ugye hozzák a nőt. The woman is brought. Mózes törvényében le van írva, hogy akit ilyenen kapnak, azt meg kell kövezni. The Mosaic law says that those caught in the act of adultery are supposed to be stoned to death. Az 5 Mózes 22-ben találod, ha majd később meg akarod nézni. If you want to look it up, it's in Deuteronomy 22. De ott az is le van írva, hogy a férfit is hozzák, ne csak a nőt. But that passage says that the man is to be brought along as well, not just the woman. Hol van a férfi? Where is the man? Nincs. He is non-existent. A másik dolog, hogy lehet, hogy az történt. Maybe what happened was. Ugye a zsidó szokások szerint, hogyha egy lány el volt jegyezve, according to Jewish custom, if a girl was betrothed, egy év jegyesség van. Betrothal or engagement lasted for one year. De már ez idő alatt is úgy veszik, mintha a felesége lenne a férfinek. But even this season is considered to be like part of the marriage, as if she already was married to her fiancé. Hogyha ez idő alatt elkapják házasságtörésen, if she is caught in the act of adultery during this period, akkor oda kell vinni az apja házának a küszöbére. She is to be brought to the threshold of the house of her father. És ott kellett megkövezni mindenki előtt. And she was supposed to be stoned to death right there. Mert az apja volt a felelős a lányért ez idő alatt. Because it was the father of the girl responsible for her. De nem Jézushoz kellett volna hozni, az apjához. She should not have been taken to Jesus, but to her father. Sőt, hogyha a másik eshetőség van, akkor meg a nagy tanács elé kell vinni. Moreover, in the previous situation, she should have been brought to the Sanhedrin. Tehát az a lényeg, ahogy le is van ide írva nekünk, hogy itt egy terv, hogy vádolhassák valahogy Jézust. As the passage says, we know that this was a plot for them to catch Jesus. Én biztos vagyok benne, hogyha Jézus tudta, vagy hogy ha ez nem egy terv lett volna, hanem tényleg elkapják a nőt. I'm sure that if this hadn't been a plot, Jézus ugyanezt mondta volna. Jesus would have said the same thing. De lássuk be, ez ami történik, ez paráznaság. Tehát ez bűn. Name it for what it is. This is adultery, a sin. A nő és a vele együtt a férfi is megérdemelte volna azt, hogy
kövezzék meg úgy, ahogy Mózes törvényében mondják. According to the Mosaic law, both of them, the man and the woman alike, would have deserved to be stoned to death. Egy olyan dolgot tettek, amit a maga az ige is egy ilyen idézőjelben, de kiemelt bűnként kezel. They did a sin that even the Bible itself considers to be of a sin of more importance. 1 Korintus 6:18-ban Pál mondja, hogy az, aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. We read in 1 Corinthians 6:18 that the sexual sin is the only one that happens to your body, includes your body, and that's why it's different. És nézzétek, hogy mit csinálnak a farizeusok, öljük meg. And what do the Pharisees say? Let us kill this person. Most, hogyha kérdezném, hogy ki lettél volna ebbe a történetbe, akkor mi lenne a válaszod? If I ask you the question, who you would be in this story, what would be your answer? Én biztos, hogy Jézus lettem volna. I'm sure I would have been Jesus. Majd elmondom, hogy nem az lettél volna. Let me tell you, you wouldn't. Hidd el nekem. Trust me. Ott van ez a tömeg, és azt mondják, öljük meg, megérdemli, undorító bűnös. Here is this crowd, and they cry out, this is disgusting, she's a sinner, let her die. De Jézus azt mondja, na, kezdheti a kövezést, aki nem vétkes, nem bűnös. But Jesus starts by saying that those of you who is sinless can throw the first stone. És olvassuk tovább. We read on. A 10-től 11. versig. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta neki, asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Azt pedig mondta, senki, uram. Jézus pedig mondta neki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Verses 10 and 11. Jesus straightened up and asked her, woman, where are they? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and leave your life of sin. Ugye annyit látunk, hogy Jézus csak ír a porba. The only thing we see Jesus doing is scribbling something in the mindenki sand. Mindenki azon gondolkozik, hogy mit írt a porba. Ez nem tudom, miért olyan nagy misztikum. Everyone is very much interested in what he was drawing. Why is it so important? És már látom a e-maileket, hogy Jani ezt írta, azt írta, csak hogy tudjad, azt írta, ezt írta. And I can already foresee that after the service you will be bombarding meg, me with emails saying that I might believe this is what he wrote. Just please spare the email. I don't want to hear about it. Mert ezen az ünnepen, ugye a lombsátoros ünnepen utolsó napon. Because on this feast, on the last day of the Feast of the Tabernacles. Felolvasták a Jeremiás 17-et, az egészet. Jeremiah 17 was read out loud. És abba ezt olvasod. And in Jeremiah 17 we read. A tőled elpártolók neveit a porba fogják írni. Those of you who leave you or abandon you, the name of these people will be written in the sand. Hányszor használt már Jézus, nem? Éppen valami meglévő dolgot, hogy megértsék az emberek, amit mond, vagy csinál. How many times has Jesus used something already in the Bible to explain that people would really get what is it that he was doing? Én hiszem, hogy Jézus lehajolt és írta Kovács Józsi, vagy tehát valami zsidó neve. Because the Bible explains it in this way, I believe that Jesus must have been scribbling names like John Smith. No, probably the Hebrew names. Mert miért mentek volna el? Otherwise, why would they have left? A lelki ismeretüktől their guilty conscience. Why? Mert írta bele Jézus porba. Because Jesus was writing his or their names into the sand. De tudjátok, mi nem érdekes, hogy mit írt. But you know what? Even if it's not for that, it's not important what Mert Jesus az érdekes, writing. Amit itt mondott, meg tett. But what is important is what Jesus said and what he did here. Itt van ez az asszony, aki a törvény szerint el kellett volna ítélni és meg kellett volna kövezni. Here is this woman who should have died according to the law. És ő azt mondja, hogy nem ítélek. And she should have been stoned to death, and Jesus says to her, I do not condemn you. Mert ennek az asszonynak nem arra volt szükség, hogy még valaki ítélje. Jesus or this woman did not need another person to condemn her. Ő neki irgalomra volt szüksége, hogy megtérjen. She needed mercy to get saved. És tudjátok, nagyon fontos tudni két dolgot ebben kapcsolatban. There are two important things to know in regards to this issue. Lesz ítélet, de most nem annak az ideje van.
There will be judgment, but this is not the time for judgment yet. És amikor ítélni kell majd, akkor nem téged meg engem fognak szólítani, hogy gyere, ítélkezz. And when it's judgment time, we will not be the one called to be the judges. Hanem Jézus fog ítélni. Jesus will be the judge. Valaki egyszer azt mondta, és ez nekem nagyon tetszik. Someone once said, and I really like this. Hogy te meg én arra vagyunk elhívva, hogy extrém módon szeressük ezt a világot. You and I are called to love this world in abundance. Mert Jézus extrém módon szerette ezt a világot. Belehalt ebbe. Because Jesus loved this world very extremely, so much so that he died. Ez az alapállás. This is our starting point. Hogy Jézus irgalmas. That Jesus is merciful. Ezt nagyon fontos tudnunk Jézusról. We must know this about Jesus. Mert mi szeretnénk őt helyesen képviselni a világban, nem? Because we would like to represent him in the proper way in the world. Akkor ez az a Jézus, ez az a Jézus, akit nekünk mutatni kell. If that's the case, this is the Jesus we are supposed to represent. Ugye a római levél 8. részében Pál fölteszi a költői kérdést, hogy ki az, aki kárhozatra ítélne? There is a poetic question in the first verse of the book of Romans. Paul asks, who is it that condemns? Mert a keresztények már akkor is nagy ítélet alatt éltek, meg ma is nagy ítélet alatt élnek. Christians, even at that time, and even today, are under condemnation. És azt veszem észre, hogy legtöbben saját magukat kárhoztatják, ítélik folyton. As far as I see, most people are under condemnation because of their own condemnation. Mert rávetítik Istenre ezt a bizonyos télapó effektust. They picture God as the Santa Claus and with all its effects. Hogyha jó vagyok, jó viselkedem, eleget imádkoztam. If you are a good boy and you pray enough and you act as it's supposed to be, akkor Istennek meg kell engem jutalmaznia. Then God is supposed to give rewards to me. De ott van a másik oldala is. But there is another side to the coin. Ami gyakrabban van. Which is more frequent. Amikor nem jól viselkedem. When you are not a good boy. Most jönni fog Isten, és meg fog engem ítélni, és meg fog büntetni. God is not going to come and he will punish me. De Isten nem ilyen. But God is not like that. És megyünk, és ezt prezentáljuk a világ felé is. But we go to the world, and this is what we represent. Isten egy haragos főnök szivarra jár körbe. God is an angry boss who is puffing his cigar és, and is walking around. És ha nem csinálod jól a dolgod, akkor ráhamúz a fejedre. And if you don't do your thing well, then the cigarette butt ends on your head. Tehát ennek a gondolkodásnak az eredménye, hogy depresszió. This kind of thinking results in depression. Hogy nem jövök többet gyülibe, mert senkinek nem vagyok hasznára. In you saying, I won't come to church anymore because I'm no use to anyone. Mert olyan bűnös vagyok. I'm such a sinner. Hogyan használna Isten? How could God use me? Akkor mondanám, hogy mindig ilyen bűnös vagy, és használ and annak ellenére. You can say that you are that sinner, yet God can use you, and he does use you. De tudjátok, Isten irgalmas. You know what? God is merciful. Ő nem ítél. He doesn't condemn, ő ma doesn't azt mondja judge. Neked, hogy nem ítéllek el. He says to you that I do not judge you. És tudjuk János első levelében, hogy aki megvallja a bűneit, Isten hű és igaz, hogy ő megbocsásson. We know from the first epistle of John that those who declare or admit their sins, God is right and just and faithful to forget. És nagyon, nagyon fontos tudnotok, hogy Isten Jézus ma is ugyanezt tenné itt, ha itt lenne a testben. You must be aware that if Jesus were here today, csak he would do the exact same stuff. Gondolkozz legközelebb, amikor újra mutogatsz másokra, és irgalmatlan vagy. The next time you are pointing fingers at someone and you are merciless. És tudod, hogy miért súlyos ez a történet? Remember this, and you know why this story is so heavy? És csak képzeljétek el, hogy a tömegben, aki hozza a nőt, imagine the person bringing the woman along in the ott crowd. Van a vőlegény. The fiancé of this woman is right there. Jézus azt mondja, én nem ítéllek el. Jesus says, I do not condemn you. És a vőlegény? And where is the fiancé? Jézus, hát hogy mondhatsz ilyet? Jesus, how can you say that? Undorító bűnön kapták. She was caught in a disgusting sin. Megcsalt engem.
She betrayed me. She cheated on me. És te nem ítéled. And you do not judge her. Vagy most ezt nem kell elképzelni, de gondoljatok bele. You do not have to imagine. Mi van, ha te vagy a férj, és a feleségednek mondaná ezt Jézus? You do not have to identify with the situation, but let's suppose you are the husband, and Jesus says this to your wife. Ott vagytok, és elkapták a feleségedet. You're right there, your wife was caught in the act of adultery. Ott vagy a tömegben. She's in the crowd. Érdekes, nem? Rather interesting, right? Így már más gondolkozni ezen a történeten. That sheds somewhat of a different light to the story. Vagy fordítva. Or the other way round. Csak gondolkozzatok el ezen. Just think about it. Amikor mondjuk a férjed végre eljut oda, hogy őszintén bevallja, hogy pornót nézett. When your husband finally comes to terms to the fact of admitting that he had been watching porn. Mit fogsz vele csinálni? What are you going to do to him? Megyek és megölöm. I'm gonna kill him. I'm gonna tear him apart. Vagy irgalmas leszel. Will you show mercy to him? Vagy irgalmas leszel. Will you show mercy to him? Vagy fordítva, fiúk. Or the other way around. Ha megtudnátok, hogy a kedvesetek valami más férfire nézett vágyakozva. If you guys learned that your girlfriends or your wives looked at another man with lust. Mert elgyengült. Because she grew weak. Mit csinálnál vele? What would you do to her? Mert Jézus azt mondja, nem ítéllek. Jesus says, I do not condemn you. Ez mennyire durva ez az üzenet, nem? This is really powerful, isn't it? Ez az a Jézus, akit nekünk mutatnunk kell. This is the Jesus we are to represent to the world. Pál fölteszi a kérdést, ki ítél? Paul asks the question, who condemns? De nem válaszolja meg. He does not respond. Inkább azt mondja, ki nem ítél. He says instead, who is it that does not condemn? Jézus Krisztus nem ítél. Jesus Christ does not condemn. És fontos tudnunk ezt, hogy ő ilyen. We must know that this is what Jesus is like. Hogy ő ilyen velünk, és ilyen mindenki mással. This is how he relates to us and to everyone else as well. A Róma 8:1 ezt mondja. Romans 8:1 says this. Nincsen ezért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the spirit of life set me free from the law of sin and death. Milyen jó ez a vers. This is a really good Bible passage. És talán azt mondod, hogy te nem ismered, hogy milyen mocsok dolgokat gondoltam meg. Tettem. You might be saying you have no idea what kind of sins I did or what kind of nasty, disgusting thoughts I have. Jézus, ha te Jézusban vagy, nincs semmilyen kárhoztatásod. If you are in Jesus, there is no condemnation against you. És tudjátok, fontos ott az utolsó szó, azt mondja utolsó pár szó, menj és ne vétkezz többet. It is very important what we read here, how this passage ends, that go and sin no more, or leave your life of sin. És ez jó, hogy ott van. Jézus nem örült a bűnnek, hogy jaj, tök jó, legalább megbocsájthatok, van munkám. It is good that this passage ends this way, because Jesus wasn't like, all right, I'm really happy for sin, because at least I have something to die for. Jézus gyűlöli a bűnt. Jesus hates sin. De nagyon szereti a bűnöst. But loves the sinner. És irgalmas vele. And he's merciful. És ez az irgalom az, ami átformálja a bűnöst, hogy egy szent életet éljen. And this mercy transforms the sinner to conduct a holy life. Hogy fölállhatok újra és újra. That makes the sinner able to stand up again. Tudjátok, and again. A világnak nem arra van szüksége, hogy ítéljük őket. The world doesn't need us to condemn the world. A feleségednek, férjednek nem arra van szüksége, hogy állandóan ítéljed. Your husband or your wife does not need you to perpetually condemn them. Jó tudjuk, hogy rosszak vagyunk. We are all aware of the fact that we are bad and sinners. Nem, irgalomra van szüksége. What we need is mercy. Hogy lássad, ahogy ő átformálódik olyanná, amilyennek szeretnéd látni. Also for you to see the person that you love be transformed to what actually would like them to be. Tudjátok, annyi helyről kapunk kárhoztatást, nem?
We receive condemnation from so many places. Sátán soha nem pihen, ez a munkája. Satan is never at rest, that's his full-time job. Valamit elrontasz, ő azonnal ott lesz. When you mess up something, he's straight away there. De van, hogy keresztény testvérektől, nem? But it could be from Christian brothers as well. Az annyira fáj. That is really painful. Nem? Right? Meg van, hogy mi kárhoztatunk másokat. Or we can be condemning others. De Jézus irgalmas. But Jesus is merciful. Veled is, és aki melletted ül, abban is. Jesus is merciful with you and with the person sitting on your side. Tehát senkinek nem lett volna ott joga ítélni, ugye? No one would have had the right to condemn. Egyetlen egy személynek lett volna joga ítélni ott. Only one person. Az Jézus. And that was Jesus. És azt olvassuk róla, hogyha jegyzetelsz, csak írd föl az 1 Péter 2:22-t. If you take notes, then jot down 1 Peter 2:22. És a zsidók 4:15-öt. And Hebrews 4:15. Hogy ő bűntelen volt. He was without sin. Ő fölállhatott volna és megkövezhette volna ezt. Jesus could have straightened up and could have stoned the woman. De ő úgy döntött, hogy nem teszi meg. But he decided not to do so. Tudjátok, az irgalom az egy döntés. Mercy is a choice. Soha nem fogod úgy érezni, hogy jaj, most irgalmas akarok lenni. You will never feel like, oh, I want to show mercy. I want to feel like merciful. Amikor éppen tódul az agyadba az adrenalin, és széttépnéd azt a másikat legszívesebben. When you get an adrenaline rush and you by flash would just want to tear that person apart. Az egy döntés lesz, hogy irgalmas vagyok. It is going to be a choice, a decision for you to show mercy. Ma egy döntést hozhatok, hogy én irgalmas leszek. Today you can make a decision and be merciful. Mert Jézus irgalmas. Because Jesus is merciful. Nagyon jó ezt tudni. This is something good for us to know. Mert azt mondja Zsidók 4:16. Because we read in Hebrews 4:16. Járuljunk ezért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help in our time of need. Isten megbocsájt, megbocsájtott neked. Forgave you. Minden egyes bűnödet. Every sin of yours. És Isten irgalmas. And God is merciful. Ő hűséges, ha mi hűtlenek vagyunk, ugye? Azt mondja a Biblia. He is faithful when we are not, the Bible says. Ki kárhoztat minket? Who condemns us? Jézus kárhoztat? Jesus. Nem. No. Tudjátok, szerintem fontos dolog, hogy így képviseljük őt a világ előtt. My belief, this is very important to represent God in this way. Hogy ez az alapállás, az irgalmasság. That being merciful is the place we start from. És akkor majd jönnek a kérdések, hogy meddig legyek irgalmas? And then you might ask, how long should I show mercy? Hát barátaim, ehhez van a személyes kapcsolatotok Istennel. Dear friends, for this reason you have your hogy personal relationship to ő, God. Ő majd elmondja neked, hogy meddig legyél kivel irgalmas. God will tell you how long you are to persevere in mercy with a given person. Csak utolsó pár kérdésem van. I have a few questions to finish off with. Mennyi időt töltesz el avval, hogy magadat kárhoztatod egy how nap? How much time do you spend condemning yourself? Csak gondolkozz el, jó, hogy röviden. Think about it. Vagy mennyi időt töltesz avval, hogy másokat? How much time do you spend condemning others? Kormányt. The government, szüleidet, your parents, munkatársakat, your colleagues. Mennyi idő megy vele? How much time do you spend condemning these things? Mennyire teszi ez tönkre az életedet? How much does it destroy your life? Megéri? Is it worth it? Megéri kárhoztatni másokat? Is it worth condemning others? Mennyire zárja be ez az ajtót azelőtt, hogy szolgálja ezek felé, az emberek felé? What impediments does it create for you to serve others? És én azt gondolom, hogy ez a sátánnak egy nagy fegyvere. I believe this is a great tool in the enemy's hands. És amikor mi nem vagyunk irgalmasok, ő nagyon örül.
And when we do not show mercy, the enemy is very joyful. Mert van még egy keresztény, aki nem Jézust mutatja a világnak. Because there is another Christian who does not represent Jesus to the world. Tudjátok, amit ma láttunk Jézusból, az az, ami kell a világnak, hogy irgalmasak legyünk. A merciful Jesus is what the world needs. Hogy szeressük a világot egy extrém módon. To love the world beyond extent. Nem könnyű. It is very difficult. De ezért van a személyes, mindennapi életem, ima életem Istennel. But this is the reason why I have a personal relationship and a daily prayer life with God. Hogy legyen erőm, hogy jól döntsek. So that I would have strength to make the right decisions. Utolsó két igeversem. Last two Bible passages. Ugye a gyülekezet két kedvenc szava, és aztán befejezem. Nem, az már három. The favorite three words of the congregation, then I will finish four. Lukács 6:36-38. Luke 6:36-38. Legyetek ezért irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Be merciful, just as your father is merciful. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok. Megbocsássatok, nektek is megbocsáttatik. Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Adjatok, nektek is adatik jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. És aztán Efézus 4:32. And Ephesians 4:32. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen Isten is a Krisztusban megengedett nektek. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ Jesus forgave you. Imádkozzunk. Atyám, segíts, hogy irgalmasak legyünk. Father, Heavenly Father, help us be merciful. Adj erőt, hogy irgalmasak legyünk. Give us strength to be merciful. Uram, mi látjuk azt, hogy így kéne téged bemutatni a világnak. We see that this would be the way for us to represent you to the world. De borzasztó nehéz. But this is terribly difficult. Jézus, kenj föl minket erővel. Jesus, anoint us with strength. Hogy tudjunk irgalmasok lenni ebbe az irgalmatlan világba. So we might show mercy in this merciless world. És arra kérünk, Uram, hogy használj minket. And we ask you, Lord, to use us. Hogy sok ember megtérjen. So that many would come to know you. Jézus nevében. In the name of Jesus. És Isten minden ember azt and mondja, all hogy... the people of God agreed by saying, Amen. 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 Jó, hogy itt voltatok ma. It's good that you were here today. Még